A karácsonyfát a legtöbb háztartásban a hagyomány szerint január 6-án öltöztetik le, ebben az időszakban Nyíregyházán is 30-40 ezer fenyőfa válik feleslegessé. Bár a lakosság szemlélete sokat változott az évek alatt, még mindig gyakran előfordul, hogy ezeket a fenyőket közterületeken hagyják, vagy egész egyszerűen kidobják azokat a társasházak ablakából. Az így kihelyezett fákkal nem csak szabálysértést követnek el az emberek, hanem jelentős többlet munkát rónak a hulladékkezelő munkatársaira. A legalkalmasabb és a legjobb megoldás az lenne, hogyha behozzák a két hulladék udvarunkba a Nyíregyházán, de amennyiben ez nem megoldható, akkor a kiosztott naptárainkban, vagy amit még évvégéig meg fognak kapni a lakosok, abban benne van, hogy melyik napokon fogjuk összegyűjteni ezeket a fákat, és annak megfelelően a kommunális hulladékgyűjtő edények mellé helyezzék el. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. januárban két ütemben is végez majd kimondottan karácsonyfagyűjtést a családi házas övezetekben. A lakosok azonban máshogyan is megszabadulhatnak fenyőfájuktól. A hulladékkezelő az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várja az önkéntes szállítókat a Kerék és Korányi utcai hulladékudvarban. Az akcióban résztvevők idén is egy nyereményjátékban vehetnek részt. Az évben uh, annyi újdonságot hozunk ebbe a rendszerbe, hogy aki töves, jó állapotú töves fenyőt hoz be, azért uh, több sorsjegyet adunk, illetve ajándékot, illetve következő év tavaszán a Nyír VV kft vel együttműködve majd egy uh, megfelelő helyen elültetjük ezeket a fákat. Tehát a hulladékból, illetve a karácsonyfából ebből nem hulladék lesz ezzel a megoldással, hanem gyakorlatilag bízom benne, hogy előbb-utóbb egy új erdő. A rosszabb minőségű fák jelentős részét ráadásul komposzt anyagként hasznosítják, így a bomlás során sem keletkezik káros anyaga a jövőben.